Üdvözöllek! Az előző videóban azt néztük meg, hogy a Veracrypten hogyan kell fájlokat titkosítani a merev lemezünkön. Most azt nézzük meg, hogy egy teljes partíciót hogyan kell titkosítani. Ez a partíció, ez persze lehet egy külső merev lemezen, vagy például egy pendrive-on. Tehát konkrétan egy teljes külső merev lemez, vagy egy teljes külső pendrive is lehet. Esetemben ez egy pendrive lesz, mint az itt látható. Ez jelenleg az E betűjelet kapta. Tulajdonképpen a folyamat az nagyon hasonló lesz, mint az előző videóban, ezért nagyon nem is fogom részletezni, de hogyha ellátogatsz a videót a folyamra és rákeresel arra, hogy vele, akkor itt van az előző rész, akkor ezt nézd meg, hogyha ezt a részt nem láttad még. Szóval igazából ugyanúgy fog ez majdnem kinézni, tehát azt mondjuk, hogy create volume, és akkor nem egy ilyen file konténert fogunk készíteni, hanem egy nem rendszer partíció vagy meghajtó lesz az, amit titkosítunk jelenleg, tehát ezt kéne kiválasztani, és akkor next. Van ez a standard Veracrypt volume, ezt kellene kiválasztani, és akkor next. Majd az adott eszközt ki kéne választani, select device. Itt nagyon oda kell figyelni, mert hogyha nem jót választunk ki, akkor azzal az adataink elveszhetnek. Tehát látható nekem itt van, hogy eltávolítható lemez. Hát ez egy kicsi 2 GB-os pendrive teszt célból, és ezen belül is az E partíció látható itt van. Azt kellene kiválasztani esetemben legalábbis. Hát neked pedig azt az eszközt, illetve azon belül azt a partíciót, amit szeretnél titkosítani. Látható, hogy jelen esetben ez egy partíciót tartalmaz, ez pedig az E, ezért ezt kell kiválasztanom. Tehát oké. Okay. Még egyszer mondom, hogy nagyon figyelj oda, hogy megfelelő merevlemezt, pendrive-ot, vagy akármit válasz ki. Nehogy véletlen olyat tegyél tönkre, amit nagyon nem kellett volna. Tehát akkor next. Itt kétféle lehetőség van. Az egyik, hogy készíts el a titkosítást az adott pendrive-on, vagy merevlemezen, vagy egy számítógépünkben lévő merevlemez valamely partícióján, és törölj el rajta lévő adatokat. Hát látható, nekem most van rajta egy TXT, de nekem most, hogyha ez elveszik, akkor nem probléma. Van a másik lehetőség, ezzel meg lehet tenni azt, hogy ami rajta van az adott partíción, az maradjon is rajta, és titkosítsa. Azonban ezzel az a probléma, hogy ez csak bizonyos fájrendszer esetén működik. Megmutatom. Nextre kattintok, és rögtön jön a hiba üzenet. Csak NTFS fájrendszer esetén működik ez a megoldás. Itt le van írva egy lehetséges megoldás egyébként, hogy mit kéne tenni, de ez úgy viszonylag komplikált, ezért ebben most nem is nagyon mennék bele, hanem hát ezt fogom kiválasztani, és ezzel el fog veszni minden adat róla. Nyilván az megoldható, hogy ami rajta van adat, azt átmásolod ideiglenesen valahova, majd amikor végez a Veracrypt, akkor visszamásolod a már titkosított merevlemezre, vagy pendrive-ra az összes adatot. De most én ezzel nem foglalkozok, mert nem érdekes, hogyha elveszik, ami rajta van, tehát akkor ezt kiválasztom, és next, de hangsúlyozom, hogyha fontos adatok vannak rajta, akkor innentől ne kövesd ezt a videót, mert el fogod veszteni az adataidat. De nekem ez most nem érdekes, tehát next. Ez így tökéletes, és akkor igazából itt megint next. Meg kell adni egy jelszót, nyilván minél erősebbet kell megadni, erről már volt az előző videóban itt, azt ajánlják, hogy legalább 20 karakter hosszú legyen, és tartalmazom mindenféle karaktert. Hogyha ezt itt kiválasztjuk, akkor pedig megmutatja a jelszót. Kétszer kell megadni a jelszót, nehogy esetleg elgépeljük, és akkor next. Jó, igen, most ez nekem így jó. Figyelmeztet, hogy túl gyenge, és akkor megint itt mozogni kell az egérrel. Egészen addig, míg ez legalább a zöldet el nem éri, de hogyha végig megy, akkor az meg még jobb. Jó. És akkor hát utolsó lépésként formázza ezt a merevlemezt, vagy esetemben pendrive-ot. Még egyszer rákérdez, hogy el fogjuk veszíteni az összes rajta lévő adatot. Igen, nem baj, most ez így nekünk tökéletes lesz. És hát akkor látható, hogy mennyi idő múlva fog ez végezni. Hát egy néhány perc esetemben ugrottunk egyet az időben, és mint látható végzett. Itt kapunk egy figyelmeztetést, oké. Meg még egy üzenetet, oké. És akkor exit. És hát akkor itt van nekünk ez az E, a pendrive, csak hát látható, hogy ezt már hagyományos módon nem nagyon lehet elérni. Ugyanúgy tudjuk elérni, mint ahogy megnéztük az előző videóban, ezzel a mounttal. Vagyis select device, kiválasztjuk ezt az E-t,
Ugye esetemben legalábbis ez a partíció tartalmazná, illetve tartalmazza is a pendrive-ot, csak hát már ezt nem lehet a hagyományos módon elérni, de ettől függetlenül ezt kell kiválasztani, oké. Okay. És akkor ki kell választani, hogy melyik partíció betűje legyen az, ahol ténylegesen elérhető lesz, mondjuk legyen ez az E. És akkor mount. Meg kell adni a jelszót, valami, ezt akár ki is lehet vele jeleztetni, a többi az így jó szokott lenni, és akkor oké. Okay. Eltarthat némi ideig, míg ez megtörténik, és látható itt van Z. Innentől kezdve ezen az elérésen találjuk meg a pendrive-ot, vagy éppen egy külső merevlemezt, vagy egy titkosított belső merevlemezt partíciót. Innentől kezdve ide másolhatunk fájlokat, létrehozhatunk, menthetünk rá fájlokat. Ugyanúgy használhatjuk, mint egy hagyományos pendrive-ot, illetve tulajdonképpen úgy is használjuk, csak a hagyományos módon nem tudjuk éppen elérni. Erre akár lehet biztonsági másolatokat is készíteni természetesen. Az egyetlen különbség, hogy nem ezen az elérésen találjuk, hanem a Z. Hát esetemben legalábbis. Hogyha végeztünk a munkánkkal, nincsen szükségünk rá, akkor dismount. Lecsatlakoztatja ezt a pendrive-ot. Hát igen, ugye megint megkérdezi, hogy van olyan program, amiben meg van nyitva ez a pendrive, vagy éppen akármilyen eszköz. Kényszerítjük-e? Hát, mint mondtam, célszerű bezárogatni a kérdéses programokat előtte, de most én rányomok, hogy igen. És ez el fog innen tűnni. Hát el is tűnt, és az ugye megmaradt, mint a valódi partíció, csak hát ezt már nem lehet használni. És igazából innentől kezdve, ha netán elveszítjük ezt a pendrive-ot, vagy külső merevlemezt, és valaki megtalálja, akkor túl sok mindent nem tud vele kezdeni, csak akkor, hogyha tudná a jelszót. Amit meg nyilván olyanra választunk meg, hogy nagyon nehéz legyen kitalálni. Ha szükségünk van rá, akkor ugyanolyan módon itt a mount-tal kell ezt megoldani. Persze előtte select device-it, kiválasztjuk az eszközt, oké. Okay. Kiválasztunk itt egy partíció betűjelet, lehet tulajdonképpen bármelyik, és akkor mount. Látható, van az auto mount, meg itt a toolsban van ilyen, hogy traveler disk setup. Ez sem egy rossz dolog igazából, ezeket még egy harmadik részben meg fogjuk nézni, mert ezek azért úgy hasznosak tudnak lenni.